Szeptember 3-án a Kozár-Mislenyi Janikovszki Éva Általános Iskolában is megkezdődött a 2018-2019-es tanév. Hétfőn az első órában tartották az évnyitó ünnepséget, melynek a helyi sportcsarnok adott otthont. Idén 75 elsős kezdte meg tanulmányait a Mislenyi intézményben, akiket, csak úgy, mint az előző években mindig, most is az ötödikesek kísértek be a csarnokba. Az évnyitót az iskola 4. évfolyamos diákjai szervezték. Varga Éva igazgatónő köszöntette a gyerekeket és a szüleiket. Az ünnepi esemény részeként minden elsős kisdiák megkapta az iskolakendőt, melyet hagyományosan az ötödikesek kötöttek fel a nyakukba, majd jöhetett a legkisebbektől a fogadalomtétel. Nem csak új diákok, hanem új tanárok is érkeztek, 7 új pedagógussal bővült a tanári kar. Egy valakitől azonban elbúcsúztak, Gajdos Vilma több mint 25 évig volt a Kozár-Mislenyi Suli iskola orvosa. Az évnyitó zárásaként a 4. évfolyamosok énekeltek. Tudom, jövőre ismét eljössz, megígérd a búcsúzáskor. Nagyon jó volt veled. Pedig anyuék mennyire izgultak, amikor megérkeztél. Mi lesz a gyerekekkel? Akasszunk a nyakába kulcsot? Küldjük táborról táborra, vagy fogadják felváltva a nagymamát? Szóval szörnyű cselekvéseket okoztál, kedves lokáció. Én magamban mégis nagyon örültem, mert tudtam, te minden gyereknek a legjobb barátja vagy. Kedves vakáció, tudatom veled, mindenre te se figyelhet tudom. Az összes gond megoldódott. A nagyi szívesen fogadták az ő aranyos csillagukat, a szemük fényét, vagyis engem. Képzeld, vakáció, megtanultam úszni úgy, hogy egyszer sem fulladtam meg. Uralkodásom ideje alatt kiváló famászó lettem. Bár anyáék maradt nézetei szerint a nagymamák idegeire többször másztam fel. Kedves vakáció, egyre bölcsülő eszemmel nagyon jól tudom, hogy a te időt sajnos lejárt. A naptárt pergető idő nem ismert könyörületet, s akkora hatalmad még neked sincs, hogy legalább októberig maradhass. Köszönöm, hogy közel 80 napig jó barátok lehettünk, s ez a lényeg. Most majd békésen telej át, s az új tavaszt várt annyira, mint mi. Drága vakáció, a suli, írókezekre vár a kréta, a könyvek olvasókat remélnek. A padok elárulnának, a füzetek sem akarnak
örökre sem maradni. Isten veled, vakáció! Vigyázz magadra, mert 10 hónap múlva megint nagy szükségünk lesz rád. Aztán időben küldem el hozzánk a kis testvéreidet, a téli és a tavaszi szünetet. Ők is jó fejek, de a legjobb fej te maradsz mégis. Kedves öreg nyári vakáció! A vakáció találkozásra megkérem Varga Évát, iskolák igazgatóját, hogy tartsa meg indító beszédét. Sok szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit a mai tanítónkon, és pont a gyerekek verséből jött a gondolat arra, hogy ugye azzal készültem, hogy hogyan is köszöntsenek benneteket. Mondhattam volna úgyis a köszöntőt, hogy ők az iskola bolygón, amelynek eddig egy lakosa volt, ugye nyáron vakáció, ami kiüldözött benneteket 80 napos szabadságra, és most épp ő készül szabadságra. Az a bolygó, ahol az időszámítás nem az, mint a Földön. Mert egy hét nem 12 hónapból áll, hanem 10 hónapból. Egy hét nem 7 napból áll, hanem 5 napból. És az órák sem 60 percesek, hanem 45 percesek. És a szünetek is megvétálnak bennünket, mert valamelyik 10 perces, valamelyik 15 perces, attól függ, hogy hogy tetszik néki. Ennek a bolygónak vannak állandó lakosai. A legállandóbbak azok a pedagógusok, akik már nagyon vártak benneteket, és 21-e óta készítették már elő a tanévet, készítették a termeket, vártak nagyon már benneteket, és nagyon hiányoztatok is, hiszen kongott már az iskola, de azt gondolom, hogy a mai naptól 181 napig óriási kívánság, néha szomorúság, de mindenképp tanulás veszi át az uralmat. És vannak azok az állandó lakosok, akik most jelen pillanatban második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, hetedik, nyolcadik osztályban vannak. Nem egyszerű az élet ezen a bolygón, főleg a nyolcadikosoknak, és ez nem az elrémisztés, hanem ők tudják, hogy nagyon-nagyon komoly felkészülés leszik kezdetét már ettől a hétről, hiszen a felvételírásbelire, illetve a felvételikre készülnek. Nem egyszerű azoknak az új lakosoknak sem, akik itt állnak, ülnek a hátam mögött, sok-sok rémült, mosolygós, sírós és nevető, szemű arcú elsős kisgyerek, akiket ezen az iskola nevű bolygón úgy fogadunk, hogy majd a következő percekben egy szép színes kendővel Janikovszki diákká fogunk benneteket avatni. Amennyire most meg vagytok rémülve, higgyetek el, hogy a tanítóink is legalább annyira izgulnak, illetve egy tanító bácsánk is Roland bácsi van a felső áosztályban, aki Lovas Andi nénivel lesz az első áosztálynak az osztályfőnöke. Az első B osztályban Borka Katalini és Somoni Marian néni fogják igazgatni a kis elsősöket. Az első C osztályban pedig Csutiné Lántár Enőket és Cimberné Banna Éva néni lesznek azok, akik segíteni fognak benneteket minden gyönyörűségben, ami ebben az évben fog történni veletek. És azt gondolom, hogy semmiképp nem szeretném hosszúra nyújtani a megnyitást, hiszen én az osztályokban fogom megbetegés érni benneteket a sok-sok új tankönyvvel, a rengeteg élménnyel, amit elmeséltek vagy egymásnak. De mindenek előtt beszeretnék nektek mutatni még egy pár új lapot az iskola nevű bolygón, akik tanárból, tanítóbácsiból vannak. És tanítónénikből. Tehát, hogy elsőként kérném szépen Keszei Dalma tanítónéni. Tanárnéni, úgy hívják, hogy Neményi Lilla, ő lesz a magyar történelem szakos tanárnéni.
akinek jó hír van, akinek kevésbé, idén négy tanártársi tanítóbácsi is érkezett az iskolákba. Galma nénének a férjét, mit hívják, hogy Szira János tanítóbácsi, aki a harmadik néosztályban volt, lesz majd sűrűbben. Ha maradunk, az ismerős asszonyától bemutatom nektek Mihovics György tanárbácsit, aki a Tegze Majdi néni férje, ővel a tanszobán fogtok majd találkozni. Hogy Imre Ajtony bácsi, ővel a testnevelési órán fogtok találkozni ezen a kosárlabda pályán. Sorban még egy tanító bácsit, akit úgy hívnak, hogy Frankli Márk, ő pedig az Ági nénék, Jéger Ági nénék osztályában, és testnevelés órán lesz majd megtalálható, illetve mindenki. De nem sokáig. Van egy ember, most itt Kozán Istenben, akivel nem csak iskolában találkoztak, hanem néha egy kicsit kellemetlen helyen az orvosi rend előtt. Ő Gajdos Vilma néni, aki negyed évszázadig, 25 évig volt iskolán iskolaorvosa, és januártól kérte, hogy ezt a feladatot átadná Szedik doktornak, hiszen Vilma néni már egy picit nyugalmasabb időket szeretne élni. Én azt gondolom, hogy nincs az a szó, amivel igazából nem tudnánk köszönni a nevetekben, a nevünkben azt a 25 évet, amely biztonságot adott a számunkra, akár hogyha diákolimpiai versenyekre mentünk, akár hogyha hirtelen kellett segítség, vagy akár akkor, hogyha tanástalanná vártunk bizonyos apró, kisebb, nagyobb balesetek ügyében. Vilma, nagyon-nagyon hálás szívvel az egész iskola tanszestület nevében köszönjük szépen az áldozatos munkádat, és kívánunk következőkre is pihenést, de még azért megmaradj nekünk gyerek orvosnak, úgyhogy köszönjük szépen. Mondani, hogy boldog évet, ugyanállt most kezdődik az év. Kitartást, erőt, energiát, szorgalmat, és sok-sok-sok türelmet a szülőknek is, és a pedagógusoknak is. Tehát bizony a gyermekeink azért meg tudnak tenni bennünket, de lehet, hogy idén pont azzal fognak megvetni bennünket, hogy szorgalmasabb, aranyosabb, szófogadóak lesznek. Bízunk bennünk. Ezennel 2018-19-es tanévet megnyitom. Most a legkisebbeket, az új első osztályosokat köszöntöm. Biztosan régóta számolgattátok, hányszor kell még felkelni, mire kezdődik az iskola.
ezen a viselje. Nem fejedlek, itt is vidáman felnek majd az órák, mint az oldalban. Tanulás és játék váltja egymást. Érezzétek jól magatokat az iskolában, és figyeljetek a tanítók szavára. Iskolán, tanáraink és a diákok nevében üdvözlünk benneteket. Most az elsőség fogadalom tétele következik, megkérek minden elsős, hogy álljon fel. Hogy iskolán jó hír nevét megőrzöm. A felnőtteknek szót fogadok. Kedves és barátságos leszek. Úgy tanulok, hogy tanítóim, szüleim és barátaim büszkék lehessenek rám. Megkérem az 5. osztályosokat, hogy legyünk fiatal tanulóinkra, kössék fel az összetartozási kertépét a Janikowski logóval ellátott iskolaterületen. Most van a legjobb idő arra, hogy megismerjük egymást, hogy egyszer majd szép legyen a múlt. Állj be közénk, mert itt a helyed, kell az erőt, hát nyújtsd a kezed. Szálljon az élet, szúgja a szél, hogy itt az idő, s már közel.
kiszámolni, százas elég lesz-e. Ezért, kedves kisiskola, fogadjál be engem, tanítóim szervezet, fogadjon meg bennem. Ajánljad fel nekem is a tudás gazdag fáját, hadd oldhassam önmagamban legnagyobb álmát. Janikowski Éva már iskolás nagyobb részlet. Érdekes, de mióta iskolába járok, a felnőtteket egyetlen dolog érdekli. Mindenki megkérdezi tőlem, aztán szeretsz-e iskolába járni? Én először azt válaszoltam, hogy nem tudom. Akinek ezt válaszoltam, az összecsapta a kezét, és egészen oda volt. Hogy miért nem szeretek iskolába járni? Talán nem szeretem a tanítónéni. Pedig nem azt mondtam, hogy nem szeretek iskolába járni. Csak azt, hogy nem tudom, mert ez az igazság. Van, amikor szeretek iskolába járni, és van, amikor nem. Amikor reggel kijövök a kapun, és végigmegyek az utcán az iskolatáskával, és mindenki látja rajtam, hogy én már iskolás vagyok, akkor szeretek iskolába járni. Amikor Nóra néni olyat kérdez, amire senki sem tud felelni, csak én, akkor szeretek iskolába járni. Amikor Marian néni engem kér már, hogy énekeljem el a többieknek a bújbúj zöldágot, akkor szeretek iskolába járni. Ha én hajítom meg messzebbre a kis labdát, és az István bácsi azt mondja, hogy ha, akkor szeretek iskolába járni. És akkor is jó, amikor a folyosón találkozunk az Attilával, akivel sajnos nem egy osztályba járunk, és ilyenkor oda kiabálunk egymásnak, hogy szia kifli, szia bödön, és ezen csak mi ketten nevetünk, mert a többiek nem értünk. Akkor is jó iskolába járni. Persze közke, ha itt volna, érteni, mert az óvodában nekem a kifli volt a jelen, az Attiláé meg a bögre, de ő mindig összetévesztette a bögömmel. És akkor is jó iskolába járni, amikor az Éva néni felemeli a fületemet, és megmutatja a többieknek, hogy nézzétek, így kell ezt ügyesen megcsinálni. Szóval sokszor szeretek iskolába járni, de van, amikor nem szeretek. Amikor olyan sokáig kell egy helyre ülni, hogy a lábam már nem bírja, és elkezd magától dobogni a pad alatt, és rám szólnak, hogy ennyi humor, akkor nem szeretek iskolába járni. Amikor sehogy se akar vége lenni a szórának, és muszáj egy kicsit harapnom az uzsonnából, és a mögöttem ülő árítós rákezdi, hogy tanárnéni, kérem a humor megint eszik, akkor nem szeretek iskolába járni. És ha a többiek ezen nevetnek, akkor már annyira nem szeretek iskolába járni, hogy már majdnem sírok. Meg olyankor sem szeretek iskolába járni, amikor véletlenül nem arra figyelek, amire kell, hanem arra, ami jobban érdekel, és Móni néni rám szól, hogy ennyi, már megint nem figyel. Mert ha én véletlenül nem figyelek, az még nem már megint, na ezért nem tudok arra a kérdésre válaszolni. Szeretek iskolába járni. Nehogy azt higgyétek, hogy minden felnőtt szeretett iskolába járni. Erről tanúskodik a következő dal. Fogadjátok szeretettel a 4. évfolyamtól iskolák indulóját.